Sziasztok, Fűcs, lányok, Bertold vannak, és folytatjuk a Punch Clubot. Tovább edzik Juant, és egyetlen probléma ezzel, hogy én tegnap, ami nektek nem tudom, hogy mikor lesz ez a tegnap, lényegtelen, vettem föl kb. Egy órás részt, mondom, tök jó, ketté vágom, két rész lesz belőle, feltöltöm így. De volt az a helyzet, hogy mert én annyira okos vagyok, és néztem, hú, mondom, de meg van telve ez a D-meghajtó, hát mondom, fogom, és mondom, kitörlök pár régi videót, és persze mi volt közöttük, az, amit felvettem, szóval ti most kimaradtatok egy olyan órás jelenetből, még ott edzettem, és hogy legyőztünk pár ellenfelet, majd minket is elvertek, de ezzel semmi gond, mert ez semmi nem változtat például azon se, hogy most játszunk, és most fogalmas sincs, hogy hol vagyunk, és miért. Most nem tudom, hogy ti ezt láttátok-e, hogy nekem itt lett ilyen sportcentrum, ahol tudok venni dolgokat, ilyen edző dolgokat otthonra. Na már most, ez nekünk nagyon jó. Mert ha ezt megveszünk, igaz, kurva drága, itt néztem. Nagyon drágák, meg minden, de ezt egyszer kell megvenni. Nem kell érte fizessünk, szóval otthon, ha berendezkedek, akkor nem kell járnunk edzőterembe. Ja, és jött ez a Chávez, én professzornak hívom, nem tudom miért. Őnála lehet venni ilyen dolgokat. Gondolom ez megnöveli a strength-emet, ez a staminámat, az agility-t. Időszakos dolgok szerintem, szóval ilyen potik. Ezeket is majd kipróbáljuk. Szóval először is nekünk, ezt meg kell nézni, 3 nap múlva lesz a következő verseny. Ami azt jelenti, hogy nekünk most azonnyomban dolgozni kell, mert semmi pénzünk nincsen. Szóval, nem a sztori. Ja igen, itt megismerkedtem emberekkel vele. Ez a nagy sztori lényeg például. Volt egy ember, őt vertem el, ő volt itt apunál a boltba. Elvertem, de apu semmit nem adott ingyen. Szóval semmivel nem lett nekem jobb. Azt hiszem ezt a csávót is elvertem, és úgy lett a barátom, vagy ezt. Nem is tudom már, na mindegy. Az a lényeg, hogy most el kell menjünk dolgozni. Ja meg hogy a pizzázó. Itt. A pizzázóba, ha jól láttam, ott dolgozni lehet, ott írja is, hogy ott izé. Ott lehet dolgozni pizzafutárként. Az van jó és rossz hátránya is. A jó és rossz hátránya. A jó az, hogy lehet hátrány. Szóval a jó és rossz oldala. Így már értelmesebb a mondat. A jó az, hogy alig fogynak a dolgok. Szóval alig veszi el az energiát, meg izé. A rossz az, hogy keveset fizet. És nem kapsz érte semmi bónuszt, mármint itt ezekből. Mert ez az építkezésen kurva gyorsan mentek le a statjait, de viszont a dolgok azok nőttek. Itt meg nem, mert hát persze motorozó, motorkiszállító vagy, de ez lényegtelen, most elmegyünk ide és dolgozunk egy kicsit, mert kell a pénz. Kell a pénz, hogy vegyek kaját. Vettem kaját, utána még többet kell dolgozzak, hogy legyen otthonra cuccam, hogy otthon tudjak edzeni. És ha ez mind megvan, utána szét kell edzenem magam. 2 nap múlva lesz a izé. Az nekünk mindegy, nem érdekel, mert most edzünk. Vagy mi az? Dolgozunk. Na már most. Elfelejtettem, mit akartam mondani. Ez egy roppant fontos dolog. Megzavart ez a izé tábla. Jó, elég lesz. Most van 150 dollárunk. Bevásárolunk kajából, mert valószínűleg tuti nincs otthon semmi kaja. Ja igen, itt már írja, hogy a te hősöm, meg vagy az én hősöm, meg izé faszom, de semmit nem ad pluszt, nem ad ingyen, nem olcsóbb. Legalább adott volna egy ingyen szelet szódát. Na jó, van, majd megvan, jó, tudok beszélni, na mindegy. De semmi, úgyhogy kapja be. Így jó, mindenből 2 vettünk, maradt 85-ünk. Ez azt jelenti, hogy most hazamegyünk. Hazamegyünk. Kajeszolunk. Vagy itt tudunk aludni? Nem lehet tudni nézni. Eszünk egy ilyet. Egy elég is. Elmegyünk, alszunk egyet. És utána elmegyünk az edzőterembe. Mi bajod van? Szomorúak leszünk? Nagyon megy le a kaja. Kurva lehet, ez az a baj, hogy dolgozni kéne sokat, bevásárolni is. Kajás.
Jó, most megeszünk mindent. Jó. Most elmegyünk edzeni. A gym. És azt nem tudom még, hogy az öreg, Mike, ő milyen időközönként ad nekünk életet? Már nem életet, mi az ételt. Mert tudjátok, láttatok, elmentünk, és felnőtt a csík. Most adott kaját. Ezzel nem éri meg edzeni, már rájöttem. De megéri, meg kapsz ilyen pontot, de amúgy nem. Ez csak most 10 dollár. Eddig csak 10 volt. Na mindegy, de... Ja igen, és az előző részben csak a lábat nyomtam. Csak a láb ment. Meg... mit akarok? Itt nem lehet megnézni, igaz? Majd megmutatom, mikor lesz a meccs, hogy a action bar, vagy hogy hívják azt. Ahol berakod a skinneket. Oda már tudsz rakni még egyet. Szóval nem csak két rugást, vagy két ütés, vagy nem rugásütés raksz be, hanem tudsz még egyet, egy védekezés, vagy három rugást, értitek? Na mindegy, kezdjünk bemelegítéssel, mondjuk egy kis ugráló kötelezés, az nem árt, hogy növeljük az állóképességünket, meg a gyorsaságunkat. Ha ez megvan, utána szerintem futunk, futás, és guggolás lesz ma, mert most egy kicsit lábat nyomjuk, mert tényleg a láb az nagyon jó volt. Olyan meccset lehoztam bazzeg, amit azt hittem, hogy elbukok. Nagyon durca bazzeg. Nagyon durca. Hihetetlen. Futunk a jányokkal. Ma van a meccs. Nem baj, ezt még felnyomjuk hármasra, gyorsét, állóképesség, jó. És azon nyomban megpróbáljuk, de nem hiszem, hogy sikerülni fog, mert amikor tegnap mentem a versenyeken, ez mindegyik hármasra feltoltam. És ez a gond, hogy itt nagyon sokat kell edzeni. Úgyhogy most megpróbáljuk. Látjátok, itt mondom, hogy hármat már be tudtam rakni, én három rugás használok. Védekezés nem. Nem tudom miért, lehet hülye vagyok, de ennek kevés ápolja, ezért három rugás szétrogig rugni. Ez a lényege. A védekezés nem rakom be, mert rájöttem, hogy számomra felesleges. Vagy nem tudom. Lehet, én vagyok a hülye, és nem vettem eddig észre, hogy mit csinál, de nagyon-nagyon-nagyon fura. Hopp, kilógtam a kamerába. Nem baj, semmi gond. Na, ezt elverjük szerintem, mert ha nem, akkor szényegyalázat, de most ezt elkeverjük. Utána dolgozni kéne. De nincs, kajások vagyunk. Az a baj, kajások vagyunk. Ezért az a baj, nem kapunk pénzt, vagy kapunk pénzt. Most majd megfigyelem, hogy kapunk-e pénzt az ilyen versenyekért. Mi a jó Isten van. De sajnálom, hogy ez a rész elveszett, bazma pedig geci jól lesz, nagyon jól sikerült. Nagyon sok dolgot csináltuk, új embereket ismertünk, mert minden ment a sztori, történet. Tudom, hogy ma nem tudok beszélni. Nem, ezért nem jár pénz. Basszony. És a skillem növekszik. Hey! Let's do it, csináljuk. Te lány testvéred. Igen. Jó. Oké, ezt értem, Roy. Na jó, lentkezünk megint erre az izére. Jó, lényegtelen, most Royal beszéltünk, na ő volt ez a csáva, aki meghívott minket egy sörre a bárba. A bár az szolda. Most tényleg hülye? Ez a Roy háza, majd oda kell menjünk. Hol a bár? Ja, ott. A bárba elhívott egy gitárra, és ott volt ez a csávó. Mindjárt megmondom, hogy melyik. Hopsz, nem ez az. Melyik a sztori? Ez. Ő? És vele dumáltam, és hívott valami emberét, és elvertük az utcán. Ez volt a lényeg. De most megyünk Royhoz. Nem tudom, mit szeretne Roy. Ó, elhívott. What's up, man? Oh, what's up? Mi van a kurva nővéreddel? Most Most ő a mi nővér, és Roy a társ.
társa. Szóval szexen. Adrien. Ja nem! Roy nővére. Miért szerinti nővére, mi a faszom? Mi ez? Beszéljünk az Adriennel. Hey dude! Hallom, én vagyok izé Roy barátja. Yeah, igen, hallottam már rólad. Super cool! Annyira jó vagy! Kölyök. De azt az jó, de tök kölyök. Szia Adrien, tudjuk, hogy te vagy Adrien. Hoppá, egy kis kapcsolatok kialakulnak itten. Aha. Már feszülgetünk. Tudunk még vele beszélni? Royal kell beszélnünk a harcról, vagy adták az ott ide? Menjünk el a bárba! Lazuljunk Royal, menjünk el a bárba. Beszéljünk a nő testvéréről. Beszéljünk a testvéréről. Nekem kell egy kurva. Igen, be akarok semmilyen a családja létrezt. Engedd meg, hogy bekerüljön. Kurva anyád, Roy. Biztos az lesz a vége, ha engem legyőzöl, akkor tiéd lehet az ő, hogy valamilyen buziság. De én akkor kirölgöm, ha tényleg ez a sztori, vagy csak én vagyok ilyen egyszerű, ez mi? Ez miért is, hogy nekem azt ütöttem? Okay. Megengedte Roy, vagy mi volt? Nem figyeltem. Ez tetszik annak? Harcolni akarsz Roy-jal, vagy mi? Nem nagyon vágom. I don't get it! Az előbb azt mondta, I get it. Aztán I don't get it. I'd like to help you. Segítesz nekem? Really? Igen, bazd meg. Segíts te kurva. Lefagy az ujjam. Nincs begyújtva, nagyon hideg van. Vigyünk neki virágot, ez az! Nagyon Robi! Hey! Hey dude! Ja, már miért nem ez a megszólítás? Szereljük meg a motort. Kurva anyád. És éhes vagy? Roy! Nem. Cancel. Mik a sztorma? Jó vagy már, te meg már! Hát hagyjál már! Bazd meg! Ti is látjátok? De jó Isten! Kik állnak ott? Az Jay és Néma bomb, hasz meg! Most látom! Te jó Isten, ez kurva állat, bazd meg! Bazd meg! Hogy a getűben nem láttam eddig őket? Most például, milyen jó Isten állnak ott el? Ez azok az Jay és Néma bomb, gec. Remélem ismeritek őket. Hatalmas nagy film. Nézzétek meg. De most kaját kell vegyünk. Például egy hús. Hús, csábító hús. Menjünk haza. Jay és Néma volt. Mi az meg volt? Hey dude! Három nap. Mit tudunk addig csinálni? Például ide akartam a városkát. Dolgozunk. Elmint dolgozni, hogy beszeretném most már izé alakítani a saját kis edzőtermemet otthon. Mennyi volt a legolcsóbb? 150 dollár? A legolcsóbb ilyen kis szerszám. Én is tudok ám beszélni, nem szerszám, mi az a...
edzőgép, az meg. Ez mi? Ja, már csak két nap. Eltelt egy nap. Itt dolgoztunk. Érdekes. Jó. 150-ünk van, most elmegyünk ide. Tudok venni egy bogságot, de ez nem úgy néz ki, mint Mr. Prop... Az meg Proper a neve. Jó, hagyjuk, én most kiégek ettől a játéktól. Ez nagyon állat. Én nem mindent beleraktam, mert Proper is itt van, bazd meg. Kezdjük egy kis bogzsákkal, megvettük. A 150-be kerül. Az meg 5 dollárom van. Az anyomban elmegyünk Mike-hoz, adjon kajesz. Remélem most ad. Na. Ahó. Szerintem belebagoltál. Ez mi? Ez eddig is itt volt ez a kétség. Na. Jó, oké, megoldottuk a problémát. Mike, hagyj kaját! Nem, te nem adsz. Te egy fattyadék vagy. Téged a jó anyád nevelt fel. Ez a gond. Menjünk haza. Jó, van még egy energiát adunk. Na nézzük meg a kurva anyád. Nézzük már meg a... Ezért. Oh, nice! Good job! Király, most már ilyenünk is van. Ezt mondom, hogy berendezem edzőteremnek, gec. Ezt fel tudja tolni hármasra? Következő nap lesz. Nem tudok kimenni és építkezni, hogy ez mi? Ez mi? Dobozok. Köszönjük! Sokat segítettél ma, izé Juan bazmeg. Szétjuttak. Ez mi? Hogyan edzek? Ezt most látom, hogy ez egy pingpong labda, és ez ja, jó, oké, hagyjuk. Ó. Oh. Gyűjtem ki 5 virágot, már csak 4 kell. Tetszik. Összet egy játék, jó? Oké, megvan. Már csak 4 virág kell. Megsimogatjuk a macsakot. Ez a dém macsakot. Aludni kéne, de fél nem fog aludni, mert éhes. Nem aludni fog. Kb. Egy itt volt. Így az alas. Van kaj hűtőben? Nincs, azt hiszem. Basszaj. Oh, fuck. Oh. És akkor ilyenkor vagyunk szarva. Elmondom nektek. Nem tudunk elmenni dolgozni pénz. Nincs pénzünk, dolgozni kéne. De nem dolgozik, mert éhes. De kaját meg csak pénzbe tudunk szedni, mert szerintem most se fog segíteni Mike. De ha segít Mike, akkor nagyon jó. Azért nem most se fog. Nem. Mi? Oh! Jó, már csak 3 virág. Körbenézek mindenhol. Nincs virág, igaz? Ti láttok virágot? Egyszerűen...
megnézek minden helyiséget hátra. Te egy köcsög vagy, apu. Fuck. Visszamegyünk az office-ba és azt meg tudjuk, hogy csak. Nem, mert leszett teljesen. Ott a virág, ott. Vagy csak kettő kell. Igen, virágot keresek, de szerintem mindenhol csak egy darab van. Már csak egy! Hol nem voltam még? Ez kinőtt, meg lesz. Ez nem értem, mert jól simogatjuk a macskát. Mindegy, így szívbasz minket az ideg. Razuljunk Royal egy kicsit.